Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb videóban. A mai videóban arról lesz szó, hogy mi várható a Minecraft következő nagy frissítésével kapcsolatosan, ami ugye az 1.16-os verzió lesz, és hát az a helyzet, hogy a napokban megrendezésre került a Minecon Earth 2019-es rendezvénye, ahol jó néhány újdonságot jelentettek be a frissítéssel kapcsolatban. Természetesen nagyon sok minden másról is szó esett, viszont azokról egy későbbi videóban fogok beszélni részletesebben. Úgyhogy szerintem nem is húzom tovább a szót, vágjunk is bele. Az 1.16-os frissítés a Nether Update nevet kapta, amelyből könnyen kitalálható, hogy a Nether dimenziót fogják frissíteni. Yeah, we're super excited to finally have a Nether update. A fejlesztők beszéltek arról, hogy hogyan fogják élhetőbbé változtatni a Nethert úgy, hogy továbbra is megmaradjon a veszélyes természete. Kezdjük azzal, hogy még az egyik 1.15-ös snapshotban az egyik játékos felfedezett valami rendkívül érdekeset a játék forráskódjában, amiből arra lehetett következtetni, hogy a játék hamarosan a háromdimenziós biome generálást is támogatni fogja. Emiatt természetesen az összes játékos azt feltételezte, hogy végre megkapjuk a várva várt barlang frissítést, amely új barlangi biomokat fog hozzáadni a játékhoz. De mint az a Minecon-on is kiderült, a függőleges síkban történő biome felosztás elsősorban a Nether dimenzióban kap majd szerepet. És ezzel el is érkeztünk az első bejelentett újdonsághoz. Biomok a Netherben. Jelenleg ugyanis nincsenek biomok a Netherben, technikai szempontból az egész dimenzió egy nagy biome. Az 1.16-os frissítésnek köszönhetően azonban ez megváltozik. A Minecon-on pedig betekintést nyerhettünk három új Nether biomba. A fejlesztők Agnes és Jens azonban utaltak arra, hogy ezeken kívül még más biomok is érkeznek majd a Netherbe, de ezeket majd csak később fogják felfedni. Úgyhogy egyelőre foglalkozzunk ezzel a hárommal. Az első a Soul Sand Valley, azaz a Lélekhomokvölgy. Zárójelben megjegyezném, hogy nekem ez a személyes kedvencem a háromból. Első látásra ez egy elképesztően hangulatos biom lesz. Túl sok képet nem láthattunk erről a környezetről, de megpróbáltam a lehető legalaposabban kielemezni a felvételeket. Azt már rögtön láthatjuk, hogy az egész biomot lélekhomok borítja, és maga a biom is egy elég sajátos generálással rendelkezik. Tele van barlangszerű nyílásokkal, tekervényes járatokkal, a mennyezetről pedig cseppkövekre hasonlító lélekhomok oszlopok lógnak le, feltehetőleg ezek egy új lélekhomok variánsból állnak. Itt felfedezhetünk egy másik új blokkot is, amely természetes módon fog generálódni ebben a biomban, és szintén a lélekhomok egyik variánsa lesz majd. A lélekhomok völgyben gyakran találkozhatunk majd fosszíliákkal is, amelyek a fenti világban jóval ritkábbnak minősülnek, mint itt. Azt is megfigyelhetjük, hogy itt a megszokott sárgás-pirosas lángok helyett kék tűz ég mindenhol. Mostantól ugyanis, ha meggyújtunk egy lélekhomokot, az minden esetben kék lánggal fog égni, függetlenül attól, hogy melyik dimenzióban vagyunk. A kék vagy cián tűz viselkedéséről egyelőre nem lehet tudni semmit, így azt feltételezzük, hogy ugyanúgy fog működni majd, mint a sima tűz. Az egész biomnak kékes témája van, amelyet az azonos színű köd és az időnként megjelenő particle effektek is szimbolizálnak, utóbbi kettő kissé a korábban eltávolított bedrock ködre emlékeztet. Ez érdekes lehet, tekintve, hogy eddig a Nether főszíne a vörös volt, amelyet a háttérköd is jelzett. A következő biom a Netherward Forest, azaz az alvilági bibircsók erdő. Mint ahogy arra a nevéből is következtethetünk, ebben a biomban rengeteg fával találkozhatunk majd. A törzsük textúrája animált, mintha valamiféle folyadék, esetleg láva csörgedezne bennük. Az alvilági bibircsók színét követve ennek a biomnak a főszíne a vörös. Vörös fák, vörös fűblokkok, vörös magasfű, még a háttérkör és a felugró particle effektek is a vörös egyik árnyalatában pompáznak. És ha már az előbb szó esett a magas fűről, fontosnak tartom kiemelni, hogy ez valójában egy gombaféle. Elméletileg ezek veszélyes gombák lesznek, szóval érdemes lesz messziről elkerülni őket, nehogy beléjük lépjünk. Azt is észrevehetjük, hogy néhány új típusú gomba is megbújik az aljnövényzetben, amelyeknek valószínűleg valamiféle szerepe lesz majd a játékban. A fejlesztők egyfajta sűrű rengeteg érzetét akarták kelteni, amelyben könnyen eltévedhet a játékos, és akár még meg is halhat, ha nem figyel a magasból lefolyó lávára. Ennek a biomnak pedig létezik egy kék variánsa is. Ebben a biomban szintén rengeteg fával találkozhatunk majd. A törzsük textúrája ugyanúgy animált, mintha valamiféle kék folyadék csörgedezne bennük. Ennek a biomnak a főszíne tehát a kék. Kék fák, kék fűblokkok, a magas fűre hasonlító gombaféle viszont ugyanúgy vörös. A háttérköd és a felugró particle effektek a kék egyik árnyalatában pompáznak. Itt is észrevehetjük az új típusú gombákat a zajnövényzetben.
azonban egy új, világító blokk is megbújik a magasabb rétegekben, amely első ránézésre valamiféle glowstone-ra hasonlító blokk lehet. Érdemes megemlíteni, hogy mindkét erdőbájomban zombi malacemberek tanyáznak. A bájomokon kívül új mobokat is kapunk a Netherbe. Az első pedig nem más, mint az idéglenes Piglin Beast nevet viselő ellenséges mob. Egyfajta módosított vaddisznóra hasonlítanak, bár nekem személy szerint nem igazán tetszik a fejrészük, beleértve az arcfelépítésüket is, úgyhogy remélem, hogy ezen még dolgozni fognak a fejlesztők. Mivel ellenségesek, így automatikusan rátámadnak az őket megközelítő játékosra, bár egyelőre csak egy szívnyi damage-et okoznak, ami nem túl nagy egy ilyen hatalmas ellenfélhez képest. Remélhetőleg ezen is javítanak majd a snapshotokban. Jens és Agnes arról is beszéltek, hogy egy új élelmiszerforrás is be fog kerülni a Netherbe, amire idáig ugyebár nem volt példa. Később kiderült, hogy ezekre a mobokra utaltak, ugyanis ha megöljük a Piglin Beast-eket, akkor valamiféle ehető itemet fogunk kapni tőlük. Azt, hogy mi lesz ez pontosan, és hogy ad-e például valamilyen effektet a játékosnak, még nem lehet tudni. A bejátszás alapján arra következtethetünk, hogy a Piglin Beast-ek az új alvilági bibircsók erdőkben fognak spónolni. Mint azt korábban említettem, a nevük még nem végleges, és várják a közösség javaslatait a különböző névötletekkel kapcsolatban. Ha szeretnétek szavazni ennek a mobnak a nevére, vagy esetleg egy saját névötletet javasolnátok a fejlesztőknek, látogassatok el a redstone.ne/piglinbeast weboldalra. Ezeknek a moboknak azonban bekerül egy malacember változatuk is, ami nem más, mint a piglin. Testfelépítésük és hangjuk követi a zombi pigmenek mintáját, és ez nem véletlen. Mostantól ugyanis a zombi pigmenek egy új nevet kapnak. Ők lesznek a zombified piglinek, azaz a zombifikált piglinek. No de vissza a piglinekhez. Szemük fehér, akár a piglin bízteké. Aranykarddal vagy crossbow-val támadnak, és viszonylag erős ellenfélnek tűnnek. Ellenséges mobok, azaz egyből megtámadják a játékost. Valamint a Wither Skeletonokkal és a Piglin Beast-ekkel szemben is ellenségesen viselkednek, utóbbiakat levadásszák élelemgyanánt. Ezen a felvételen azt láthatjuk, hogy pillanatok alatt megsemmisítik a Wither Skeletonokat. Alapból azt hihetnénk, hogy csupán annyi a felvétel lényege, hogy viszonylag erős mobok lesznek. Én azonban kiszúrtam valami sokkal érdekesebbet is ennél. Legalább az egyik Piglin megkapta a Wither effektet az egyik csontvásztól, de mégsem sebződött tőle. Ez lehet csupán amiatt, hogy még nagyon tesztfázisban vannak, de én akár azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a piglinek ellenállnak majd a Wither effektnek. A piglinek nem szeretik a játékosokat, így épp hogy csak eltűrik őket maguk mellett, ha aranypáncélt viselnek. Azt sem kedvelik igazán, ha a játékos a ládáikat nyitogatja, ekkor ugyanis még az aranypáncélos játékosokat is megtámadják. Elvileg ez csak akkor lesz így, ha a ládában bármilyen aranyból kraftolt, vagy arannyal kapcsolatos item van. Jens szerint a Nether civilizációját képviselik, akárcsak a falusiak a természetes világban. A falusiakhoz képest azonban jóval durvább élő lények, de mivel lesznek saját ládáik, így arra következtethetünk, hogy ők is valamiféle településben fognak élni. Ez pedig nem más, mint a Bastion, azaz a bástya vagy erődítmény. Arról is beszéltek, hogy ezekkel a mobokkal is lehet majd kereskedni, bár ezt inkább cserekereskedelemnek nevezném, ugyanis egy kicsit máshogy fog működni, mint a falusiak rendszere. Itt ugyanis nem lesz semmiféle kezelőfelület. Elvileg úgy fog működni, hogy ha a játékos odadob egy aranyat egy piglinnek, akkor az cserébe visszadob egy itemet, ami akár az egyik új Nether item is lehet, ezekről azonban nem esett szó részletesebben. A piglinekkel való cserekereskedelemről jelenleg nem tudunk többet. A Netherrel kapcsolatban még el lehetett csípni néhány félmondatot a fejlesztők szájából. Elméletileg lehetőségünk lesz rá, hogy beállítsuk a spawn pointunkat a Netherben. Ez feltehetőleg nem a szokásos ágyas megoldással fog működni, de sajnos konkrétumokat nem osztottak meg ezzel kapcsolatban. És jelenleg ennyit lehet tudni a Netherrel kapcsolatos újdonságokról. De! Még közel sincs vége a videónak, ugyanis jó pár extra újítást is bejelentettek az 1.16-os frissítéssel kapcsolatban. Mielőtt rátérnék a nagyobb dolgokra, előbb néhány kisebb újdonságot szeretnék bemutatni. Az 1.16-os verzióban be fog kerülni egy új blokk, mégpedig a target, azaz céltábla blokk. Ez a blokk feltehetőleg redstone-nal kapcsolatos lesz, és egy igen érdekes játékmechanikát vezet be a Minecraftba. A target blokk csak akkor fog redstone jelet kibocsátani, ha eltaláljuk egy nyilvesszővel. És ez még nem minden. Minél inkább a közepét találjuk el, annál erősebb lesz a redstone jel. Biztos vagyok benne, hogy a redstone szakértő játékosok nagyon érdekes szerkezeteket fognak alkotni ezzel az új blokkal. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ez más lövedékekkel is működik-e majd, így akár az is elképzelhető, hogy a szigonnyal is működni fog. Továbbá érkeztek hírek, melyek szerint az Illusioner mob valamelyik közelgő frissítésben hivatalosan is a játék részévé fog válni a raidek tagjaként.
Feltehetőleg nem az első néhány hullámban fog spúnolni, hiszen egy viszonylag erős és nehezen legyőzhető mobról beszélünk. Én személy szerint nagyon örülök, hogy végre hozzáadják ezt a mobot is a Minecraft természetesen spúnoló szörnyeihez. A fejlesztők célkitűzése, hogy minél közelebb hozzák egymáshoz a különböző kiadásokat, így például a frissítések verziószámát is igyekeznek párhuzamba hozni a különböző kiadásokban. Erről azonban nagyon kevés információt kaptunk egyelőre. És akkor jöjjön az 1.16-os frissítés másik nagy témája. Nagyjából egy héttel ezelőtt ismét megrendezésre került a biome szavazás, melynek keretein belül a játékosok ismét három biome közül választhatták ki azt, amit először szeretnének frissíteni. Ez a három biome pedig nem más, mint a Badlands, a mocsár és a hegység. Tavaly ilyenkor a tajga biome nyert, így kerültek be a rókák, bogyósbokrok és a tábortűz. Idén pedig a győztes nem más, mint a hegység. Így tehát a három biome közül a hegységet fogják először frissíteni. Az 1.16-os frissítésben az alábbi dolgokkal frissül ez a biome. Új típusú hó, hegyi kecske és új generálás. Mivel a szavazás miatt még nem kezdhették el a biome frissítését, így nem tudunk sokat ezekről az újdonságokról. Az új típusú hó feltehetőleg egy mélyebb, süllyedős változata lesz majd az eredeti hónak. A hegyi kecske valószínűleg egy szaporítható farmállat lesz, melynek akár a húsa vagy a vastag gyapja is szerepet kaphat majd a játékban. Feltételezem, hogy a híres ugráló mozdulataikat sem hagyják ki, amelyek segítségével a legmeredekebb hegyoldalakon is vígan közlekednek ezek az állatok. Az új generálás pedig valószínűleg egy sokkal drámaibb hegységbájomot jelent majd a világunkban. És ezzel be is fejeztük az 1.16-os frissítés bejelentett tartalmának elemzését. Biztos vagyok benne, hogy ennél még sokkal több minden fog bekerülni a játékba, hiszen ez a tavalyi és az azelőtti 1.14-es és 1.13-as frissítések bejelentésekor is így történt. Nektek mi a véleményetek erről a frissítésről? Mi tetszik a leginkább, és mi az, amivel nem értetek egyet? Írjátok meg kommentben! Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy hasznosnak találtátok. Ha ez így volt, ne felejtsétek el lájkolni és megosztani az ismerőseitekkel, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!